Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Warframe pontosítva, egy kis Warframe összeesküvés elmélet, és most kiemelem, hogy minden, ami elhangzik ebben a videóban, spekuláció, és semmi sem feltétlenül lehet így, ahogy van. Mert azért a Warframe története elég sok üres folttal van kirakva, most azért már kapunk egyre több és több információt persze, de elég sok üres folt van, és most... Szeretnék megbeszélni egy összeesküvés spekuláció elméletet, miszerint a tenók maguk a rosszra lettek felhasználva, nem más által, mint Ballas által, mondhatni ugye, Margulis párja által, mint Ballas által, akinek a célja az volt, hogy az Orokin birodalom megszűnjön. Na most ez az elmélet nem az enyém, nem tudom ki ismeri, van egy olyan Warframe-es, hogy DK Diamantes, és ő hozta fel először is ezt az elméletet, egy kicsit körülnézve a Warframe univerzumban, és az igazság az, hogy rávilágított ebben a videóban, amit meg szeretnék én is veletek beszélni, rávilágított egy-két pontra, amivel már úgy régóta egyet értek, és így vakar, tehát így piszkálja a csőröm, hogy valami nem stimmel a tenók, valami nem stimmel a Lotus, és valami nem stimmel így az Orokin éra környékén, és egy érdekes elmélettel jött fel, nem mondom, hogy az elmélet teljes mértékben helytáll, viszont a pontok, amire rávilágít, az esetleg további kérdéseket vethet föl, hogy mi a fene történt akkoriban. Nos, honnan is indítson a történetet? Talán kezdjük onnan, hogy mi van, hogyha Ballas az akarta és szándékosan manipulálta az eseményeket, ami arra vezetett, hogy az Orokin éra elpusztuljon. És az egésznek a hátterében ő állt. Ha egy kicsit megfigyeljük a Valkyrie Prime és Woban Prime trailereket, abban a két trailerben abban ő beszél, és a beszédének a mondandója arra van kihegyezve, hogy az Orokin éra elromlott, a büszkesége eltűnt, a fejlődése eltűnt, az arrogancia vette át a helyét, és már nem az a virágzó birodalom, ami volt, és ez a Valkyrie Prime és a Woban Prime-ban ő beszél, és ezek a célzatai vannak. Szóval ez már felveti eleve a kérdést, hogy lehetséges, hogy Ballas az igazából azért, mert hogy ennyire megutálta az Orokin birodalmat, rosszat akart neki. És hát ugye ott volt neki Margulis. Margulis volt az a tudós, aki létrehozta a tenóknak azt a szarkofágot, ami konkrétan azt szolgálta volna, hogy a tenók uralni tudják a Void energiáját. Tehát tulajdonképpen egy ilyen békére és nyugalomra vitte volna az eseményeket, és arra, hogy megmentse a tenót, és az Orokin birodalom ne végezze ki őket, hogy megmentse a tenókat. Ez lett volna a célja. De mi van, hogyha ugye Ballas közbelépett konkrétan, és hogyha itt ugye közbejön a apostasi küldetés, amit felraktam videóba, és elmagyaráztam, hogy ott mi volt. Közben az, ha figyelitek a kommunikációt a kettő között, mondja Margulis, hogy engedjék ki innen, ha valami ilyesmit mond, ha jól emlékszem, és akkor mondja neki Ballas, hogy tudod, hogy nem tehetem. Hát mi az, hogy nem tehetem? Tehát ha Ballas eleve olyan pozícióban volt, hogy Margulis megkérhette őt arra, hogy engedjél ki innen, és Ballas ezt megtette, Ballas viszont elutasította, és azt mondta, tudod, hogy nem tehetem, konkrétan ezzel halálra ítélte Margulis. Mert Margulis mondja, vissz is válaszol neki, nem teheted, vagy én nem akarod. Tehát megeshet, hogy Margulis meg volt győződve arról, hogy Ballas az ő halálát kívánja. De mégis miért kívánhatta Ballas Margulisnak a halálát, a párjának a halálát konkrétan, és mit szeretett volna ő? És mi van, hogyha
amit ő szeretett volna, az az, hogy átvegye az irányítást a Tenno program felett, ugye azon program felett, ami a Tennóknak megalkotta volna azt a környezetet, hogy a Void energiáival ne hozzanak kárt semmiben. És mi lett volna, hogyha Ballas ezt akarta volna, és attól a perctől kezdve, hogy megkapta ezt a irányítást, a Tennókat, átvitte egy harci programba, és elkezdték legyártani a Warframe-eket, amik ugye a Sentientek ellen egy hatékony fegyvernek bizonyult, és de a háttérben Ballasnak az volt a terve mindvégig, hogy a Tennókat felhasználva elpusztítja a Orokin birodalmat, azon gyűlölete miatt, hogy úgy gondolja, már nem az Orokin birodalom, mint például a Sentientek, akiket őt megalkottak, a Sentientek, akik fejlődtek, túléltek, jobbak lettek, mint amik voltak, és konkrétan egy napon visszajöttek, és azt mondják, hogy bocs, de most elveszik tőletek az Orokin birodalmat. És ez volt az az idő, amikor Lotus, a.k.a. Nata, a.k.a. Hunhao-nak a lánya, a Sentient Hunhao-nak a lánya, beépült az Orokin birodalomba. És ugye ezzel a beépüléssel maga Nata, vagyis Lotus, egy olyan áldozatot hozott, hogy átlépve a Voidon, annak az energiái elvették a képességét neki, hogy gyerekeket szüljön. Ez fontos lesz a későbbiekben. Na de mégis, és itt felvetődül az elmélet, ugye mégis hogy került a Lotus, miután beépült az Orokin birodalomba, hogy került a Lotus olyan pozícióba, hogy végül a Tennóknak az anyja legyen, a Tennók rá hallgassanak, és tehát mi volt mindaz, ami ezt lehetővé tette neki? Mert azért oké, beépülsz az Orokin birodalomba, de hogy kerülsz abba a pozícióba oly könnyedén, hogy ez megtörténhessen a jövőben? Nos, ugye mi van, hogyha Ballas rájött, hogy ki a Lotus, rájött, hogy ő Nata, rájött, hogy egy Sentient, és rájött a céljára neki, értem, miért lenne ott egy Sentient, ugye már? Rájött a céljára, és felajánlotta neki a segítségét, felajánlotta, hogy oké, segítek neked, elpusztítjuk a Sentienteket, de elpusztítjuk az Orokin birodalmat is című történetet, segített Natának abban, hogy a Hunhao és az apja által kijelölt célt megvalósítsa. Viszont itt jön a fordulat című történet, ugye a Chains of Hero Questben kiderült, ugye, hogy a Lotus felvette Margulisnak az arcát, a képét, tulajdonságait a Tennók emlékei által. Na most ugye a Tennóknak szüksége volt egy irányítóra, akire hallgatnak tulajdonképpen, ugye, és ez mi van, hogyha Ballas tulajdonképpen felajánlotta Natának, hogy figyelj, itt van Margulis, vedd fel az ő emlékét, vedd fel az ő személyiségét, mert hogy a Tennók hallgatni fognak rád, és irányításod alá tudod venni őket, mert gondolom Ballasnak meg lehet, hogy nem feltétlenül hallgattak, ugye? Már valami igaz a Tennókra az, hogy elég önfejűek voltak ebből a szempontból. De és hát akkor gondolom Lotus felvette Margulisnak a szerepét, ezzel természetesen az érzelmi kapcsolatot is minden bizonnyal megváltoztatva Ballasban Nata felé, mert hogy ugye nagyon hasonlított Margulisra, és elkezdődött konkrétan a Orokin birodalomnak a leszámolása. És így mi van, hogyha az egésznek a hátterében, ha belegondolsz, az egésznek a hátterében Ballas van, és az ő manipulatív cselekvései, amik végül arra vezettek, hogy a Tennókat egy rossz célra használjuk fel. Rossz persze relatív, mert a történelem, a Warframe történelem azt mondja, hogy a Orokin birodalomban csak köcsögök éltek már, és bunkók, és arrogáns nép volt, és gonosz, hogy is mondjam, motivációik voltak általánosságban véve, de hogy őszinte legyek, ez nem feltétlenül igaz, mert ha egy olyan perspektívából nézzük meg, ez a faj is, az Orokin birodalom is túlélni akart, terjeszkedni akart, megesett, hogy úton útfélen letértek az útról időről időre, de attól még
hogy ott voltak és virágzott ez a birodalom, nem feltétlenül volt egy rossz birodalom. És ha belegondoltok, Ballász konkrétan képes volt létrehozni ezáltal egy fajt, egy másik fajt, a.k.a. tenókat, warframe-eket, mind arra, hogy elpusztuljon az Orokin birodalom, és ez mind erre felhasználva a Lotus-t, rásegítve őt a hatalomra vezető úton, felvéve a Margulisnak az arcképét és emlékeit, és mind ezeknek az eseményeknek a bekövetkezése lehet, hogy ő volt. És ha belegondoltok egy kicsit, természetesen elmélet, megint csak mondom, ez visszafittel abba a történetbe, hogy nem tudtunk semmit a Lotusról, nem tudtuk, miért vette fel Margulisnak az arcképét, nem tudtunk igazából, hogy egy Lotus egy szentient volt, akkor ha szentient volt, hogy került abba a pozícióba, hogy a tenóknak az anyja lehessen. És most itt vagyunk mi, ugye a tenók, és visszatérek az apostaszi küldetése. Két dolgot fogok itt megemlíteni, az egyik az, hogy ezek szerint a Lotus megesett, hogy úgy tarthatta meg Margulisnak a kinézetét, emlékét, bár nem biztos, hogy fölvette azt a sisakot, ami mondjuk lehet, hogy egy ilyen börtön volt, bár az lehet, hogy egy egyszerű kommunikációs sisak volt, vagy akármit, de minden bizony valami köze volt, valamiféle mentális börtönhöz szerintem ennek ehhez a sisakhoz, és a tény, hogy felismerte Ballászt, bár egy kis idő kellett neki, a tény, hogy felismerte Ballászt, az mindenképp a tény, hogy ők ketten összedolgoztak valahol valamikor, és Ballász tisztában volt azzal, hogy Nata, Lotus, az egy sentient. Szóval nekem ez, és ugye eleve valószínűleg az érzelmi kapcsolat is megváltozott közöttük, és van nekem egy olyan érzésem, hogy a Lotus azért mondta a végén Ballásznak, hogy már nem az vagyok, akire te gondolsz, hogy mivel Ballász eltűnt olyan hosszú időre, konkrétan gondolom visszavonult ezen események után, Lotus még jobban megszerette esetleg a tenókat, és a Margulis által alkotott személyiség nagyon keveredett már a Natának a személyiségével, és Natá azon áldozata, hogy neki nem lehet gyereke, még közelebb hozta őket a tenókhoz. És ugye, azt még el kell mondjam, tehát azért Lotusnak volt egy küldetése, és Nataként ugye az Orokin Birodalom, mégpedig az, hogy a tenók, illetve az Orokin Birodalom elpusztítása. Na mivel, hogy ugye Ballász felajánlotta neki a segítségét, és mi van, hogyha befolyásolt őt arra, hogy saját gyerekei lehetnének ezáltal, mi van, hogy maga Ballász volt az, aki segített Lotusnak azt a kurva holdat elbújtatni a Voidból, arra az esetre, amikor Natának az apja Han Hao fölébred, és eljön Natáért, és behajtja rajta a küldetést, amit kellett volna. Ezért, hogy ez ne történjen meg, Ballász és Lotus együtt a tudománya elrejtették a holdat a Voidban, és fogták, és konkrétan megakadályozták azt is, hogy a Sentient Han Hao eljöjjön és elpusztítja a tenókat. Nos, ez lett volna ugye az egyik múltbéli spekuláció, és most azért jöjjön egy kicsit a jövőbeli spekuláció is, nem tart már sokáig. Kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok, eljutottál ideig a videóval legalább, de szerintem ez egy érdekes téma. Szóval a jövő spekuláció, a jövő története, de megint csak, tehát ez nem lesz így, ez csak egy spekuláció már részemről, hogy őszinte legyek. Ugye a Digital Extreme folyamatosan emlegette a livestreamekben, hogy a devstreamekben, hogy azt szeretnék, hogyha a tenók felnőnének, önállóbbak lennének, és ugye harcképesebbek lennének, tehát megszabadulnának egy kicsit a gyerek énjüktől, és úgy gondolom, hogy akármerre folytatódik a történet, az apostaszi küldetés az már nem a múltról szól, hanem a jövőről szól. A pillanat, amikor észrevettük azt, hogy Ballász elvitte a Lotust,
akkor láthattunk a tenók részéről egy valami olyasmit, mint egy ilyen kapcsolat megszakadás. És úgy gondolom, hogy a jövő történetére nézve ez valami olyasmit akart jelképezni, hogy a tenók már leszakadnak az anyjukról, tehát már nincs szükségük a Lotusra. Ami ugye végülis azt eredményezi, hogy szabadon járnak kellnek az univerzumban, és ha úgy vesszük, akkor nagyjából céltalanul, mert azért nem egy-két boss, és leginkább Ty Regor az, aki kiemeli a tenóknak a valódi személyiségét. Amikor mész Ty Regor az Equinox bossára, hogy leöld, akkor mond egy olyat, hogy Thieves, Lizards, és ami annyit jelent ugye, hogy tolvajok tulajdonképpen, és hüllög Lizards, hát ja, tulajdonképpen ilyen kígyók, így is lehetne mondani, és van benne igazság. Mert ugye ezek a bosszok, ezek ismerik a tenóknak a múltját, hiszen ők is Orokin birodalomból jönnek, és fejlődtek ki. És olyan mondatokat elejtenek, amik teljes mértékben igazolnák ezt az elméletet, hogy ők a rosszra lettek felhasználva, mert mit csinálunk mi tulajdonképpen a naprendszerben? Megöljük a grinéreket, megöljük a korpuszokat, szentienteket, kifosztjuk őket, kiraboljuk őket, és ezen célokra vagyunk felhasználva a Lotus által. És az egész terv idejukat volna, hogy ezen gyerekek naivitását erre felhasználni? Jó kérdés. Ezt az elméletet már nem egyszer vetettem föl videók során, hogy a tenók nem feltétlenül a jó fiúk ebben a történetben, a Lotus nem feltétlenül a jó fiú, de megesett, hogy a Lotus a jó fiú, vagy a jó kislány, ebben az esetben, de egy manipulatív köcsög, mint Ballas, felhasználta őt is mindenre, ami megtörtént, ami ezekhez az eseményekhez vezetett. Hogy mi lesz a tenóknak a jövője mostantól, az kétséges, mondhatni így. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a következő questra, meg reméljük, hogy elég sok választ fogunk kapni a kérdésekre, de minden, ami ebben a videóban volt spekuláció, és azért szolgált, hogy a ti agyi aktivitásokat beindítsa, és megbeszéljük ezt a témát. Srácok, köszönöm a figyelmet, örülök, hogy itt voltatok, iratkozzatok föl, vasárnaponként szoktam livestreamelni Twitch-en, Facebook, Necroclean. A következő videóig, sziasztok!